Szóval most tartunk ott, hogy le kell kötözni a szőlővesszőket. Ugye metszéskor ezt a szőlőtőkét felengedtük a vezetőszálig, és itt 5 hajtást hagytunk tavaly, azok idén elfásodtak, és ezt úgy nyírtuk meg, hogy 4 vesszőt hagytunk. Most lekötözéskor fogjuk kialakítani a tőkét. Az egyik ágát az egyik irányba kötjük. Előre felabrítoltam ilyen kis darabokra a kötözőszálat, rugalmas tőkötözőt, ezzel körbetekerjük. Egyik oldal, és pont ott vágjuk el, ahol a másik tőkének vége van. Másikat. A másik irányba. Ha ezt így csináljuk, akkor ez a szál lesz szabadon marad, és könnyűszerrel meg tudjuk kötni. Nem kell fogni a szőlővesszőt. Ennek a felénél vágjuk el. Utána itt még tudunk 5 szemet hagyni, ezt hosszú csapra metszük ezt a fajtát. És ezt pedig levágjuk. Ennyi a lekötözés, még itt és itt meg lehet kötni, hogy megerősítsük egy kicsit a tőkét.